dobnak labdával, és lehet, hogy találnak egy gyémántot, de a gyémántot se nem lehet, mi az, bounce? Pattogtatni. Pattogtatni sem lehet dobni, mert nagyon nehezek, és nem értékelik annyira, nem tudják, hogy mi, ugyanúgy, amikor mi is annyira meg vagyunk szokva labdákkal játszani, ami szó szerint erről szól a világ. Foci, ilyen labda, olyan labda, tenisz labda, ping-pong labda, mindenféle labda. Embereknek a fejük a következő életben labda lesz. És annyira ezek a ideglenes anyagi dolgokra gondolunk, hogy ennek van valami érték. Itt van a gyémán. Hát ebben nem tudom ugyanazt csinálni, mint ami a anyagi dolgokat tudom csinálni. De ennek van értéke. Ugyanúgy Krisna dolog, Krisna tudat az egyetlen dolog, aminek van érték, és minden más csak illúzió. Erre úgy, hát kell, meg kell győzve lenni erről, és kell abban is. Ezt a meggyőzés csak abból jön, hogy valaki olvasa a Bhagavatamot, és énekel Hare Krishna, de Krishna ezt mondja Brahmának, a teremtőnek, hogy téri ténatra, téta napra, téta csátmani. Tad vigyád át manómájám, jött álbászó, jött átom. Jött álbásza. És Brahma fog teremteni, de azt mondja, hogy rajtam kívül mindent, amit te csinálsz, az csak illúzió. A minden, amit van a teremtésben, ez máj, ez illúzió. Lehet, hogy azt hiszik, hogy ezeknek van valami érték, vagy akarunk valami értéket adni, hogy ez most fontos, ez a szakma, ez a munkahely, ez a család, ezek a egyetlen dolognak van értéke, az Krisna, és minden, ami nem Krisna, az meg Maya. És ez egy olyan kemény valóság, nem mindig jól hangzik, és de ez ami igaz. És hogyha az igazat akarjuk, a valóságot akarjuk, akkor ez az, és hogyha illúzióba élni, hát az akkor mindenki van, abból végtelenül sok van. És valahogy értékelni Krisna tudatot, hogy most pont itt vagyok, és azért annyira fontos tanulmányozni, hát most mi ez a dolog, hogy több, mint amit mi látunk, több, mint amit gondolunk, ez nem egy vallás, ez nem most csak valamiféle jogivatos féle buli, ez nem csak úgy a valamiféle joga, amit lehet gyakorolni, ez nem egy alternatív életmód. Szóval ez a valóság. És ezen kívül minden illúzió, minden már. De erre meggyőzve kell lenni, és pont ez a dolog, hogy mi próbáljuk átadni azokat a szemeket, az a meggyőzés, és mi ez a szem, csak a tudásnak a szemével, hogyha nincs tudás, akkor nem lehet látni, akkor csak vakoljuk. De a transzendentális tudás felébreszt minket, és a higiénén a szabvisan, amit mondja, hogy nincs csodálatos dolog ez a transzendentális tudás, mert amikor ezen átlátjuk, ennek a szemüvegének látjuk a világot, akkor egy teljesen más világot fogunk látni. Akkor látjuk, hogy minden kapcsolódik Krisnához, minden Krisnának az energiája, de ahogy levesszük azt a szemüveget, és akkor a anyagi szemekkel látunk, Kámli és a Króda és a Rádzsai. Szóval így úgy okos vagytok ezt a
lépést és döntést csinálni. Most a kérdés az, hogy mennyivel okosabb lenni. Egy okosabb, és még okosabb, és stb. És vagy inkább, ugye, és nem belépni abba a világba. Szóval, hát mondod, hogyha kedvesen mondom a buta embereknek a világjába, de másképp igazán lehet mondani az ő buta embereknek. Mert hát az nem kell Krisna tudatos lenni, ahol látni, hogy ott őrület. Ez a magyar jó kifejezés, mondja, hát mi történik a városban? Hát egy őrület. Mi történt a munkahelyen? Hát az egy őrület. Igen, őrület. Az egész világ egy őrület, mert mindenki meg van őrülve. Mert azt hiszik, hogy ők ez a test. És aki azt hiszi, hogy ő ez a test, az őrület. És aki úgy cselekszik, mint testi azonosság, talán ez őrület. És mi akarunk kilépni ebből az őrületből, de az egy folyamat, és van, amikor fájdalmas. Azért itt Krisna is Szentpáni Muni mondja, hogy ti szenvedtetek. Ez szenvedés, mert nagyon erős nekünk ezek a féle ragaszkodások a őrület felé. De hogyha lelkileg erős vagyunk, és hogyha a intelligenciánk elég tiszta, és azt csinálja a tudás, a Bhagavad Gita-t olvasni, hogy az intelligenciánk, és rájövünk, hogy hát igen, az ő. Hare Krishna.